regisztráljon, vagy vállalja a következményeket. A férfiak rendezetten várnak a sorozásra. Ugyanez a szervezettség az eljárásról nem mondható el. Van, aki már harmadszor próbál regisztrálni, és mindenki hosszas várakozással számol. Ha regisztrálnom kell, akkor regisztrálok. Ha behívnak katonának, akkor bevonulok. De ha ilyen problémák vannak a regisztrációnál, ha itt nincs rend, akkor mi lehet a hadseregben? Az új ukrán mozgósítási szabály szerint minden 18 és 60 év közötti férfinak regisztrálnia kell. Az erről szóló papírokat pedig mindig magánál kell tartani. Aki ezt elmulasztja, azt megbüntetik. Sokan tartanak az új rendelettől, ezért arc és név nélkül mernek csak nyilatkozni. Akik nem regisztrálnak, elvesztik a jogaikat. Semmit sem fogunk tudni hivatalosan intézni, se munkát vállalni, se lakást bérelni. Itt kerülnek be az ukrán férfiak abba a mozgósítási névjegyzékbe, ami alapján behívhatják őket a háborúba. A katonai vezetés szerint legalább 500 000-val több katonára van szükség. A kormány szerint a regisztráció segít felgyorsítani a toborzási folyamatot. Az új törvény emellett 27-ről 25 évre csökkenti a sorkötelezettség korhatárát. Emiatt néhány fiatal inkább önkéntesnek jelentkezik, mert akkor maga választhatja ki az egységét. A fő motivációm, hogy segítsek azokon, akik a hazánkat védik, és két kemény év után pihenésre van szükségük. El akarom pusztítani az ellenséget, és meg akarom védeni a hazánkat. De nem minden eset ilyen egyszerű. Ezt az ügyvédet naponta körülbelül 30-an hívják, hogy segítsen a halasztási kérelmükben. Olyan férfiak hívnak, akik jogosultak a halasztásra, de nem tudják, hogyan kell helyesen benyújtani. A kérdés nem az, hogyan úszhatják meg a katonai szolgálatot. Az ügyvéd szerint az sincs rendben, hogy korlátozzák a férfiak jogait, ha elmulasztják a regisztrációt. Az oktatáshoz való jogot véleményem szerint még háború idején sem lehet korlátozni. Az új rendelkezések értelmében bizonyos esetekben megtagadhatják az orvosi ellátást, ha nem regisztrálnak. Szerintem ez nem helyes. Az új törvény a leszerelés menetéről nem rendelkezik. Sok család reménykedett, hogy 3 év frontszolgálat után a katonák leszerelhetnek, miután sokan kimerültek vagy sérültek. 2 év után már senki nem bízik abban, hogy hónapokon belül véget ér a háború, mondja Oleksandr Batalov veterán. Szerinte most már másoknak kell harcolni. Az emberek azt gondolták, majd más értük is harcol, és hogy a hadsereg olyan erős, hogy mindennel megbirkózik, és az ereje végtelen. De ezzel az emberek csak a felelősséget hárították át másokra. De most nekik kell teljesíteniük a kötelességüket, mert mindenki csak jogokat akar, de felelősséget vállalni nem. Az állam az egyiket megadja, a másikat megköveteli. És az állam most azt követeli, még több fiatal álljon ki a hazájáért.